Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntek benneteket, egy Mitsubishi Space Star-ba ültünk bele, méghozzá a teljes stábbal, itt van velem Concerto, Feri és Peti, és mint látjátok, van egy jó pár dolog, amit érdemesen megnéznünk. Azt mondja, hogy ez a Space Star-unk, ez egy 1.9-es dízel motorral dolgozik, ami igen kedvező fogyasztású, nyomatékos, erős, 102 lóerős ez a moci, szépen megy, csendesen jár, meg is fogjuk hallgatni, és megyünk is ezzel az autóval egy kis kört. Mi van itt? Gépkönyv, leírás, jó, nézzük, mi van ezen alapon. Azt mondja, jármű műszaki adatlap, szépen kisárgáztam nektek, 2005. 8.31-i ez a gép. Ez a Space Star, alvásszámot meg tudjátok lesni itt. Aztán azt is látjuk, hogy 25.9.19-ig ugye műszaki vizsgával rendelkezik, és 81.000-es óraállásnál volt ez a műszaki vizsgája. Hát ugye 9.19-én ezt Concerto továbbra is őrzi. Ezt leveszem az ablakból. Ugye egy gazdás a kocsi. Igazából ami izgalmas benne, nekem azt tetszett, hogy egy hölgyé volt, egy 37-es születésű nőjé volt. 81.709 kilométer, voltok beárnyékolni. Annyit ment az autóval, teljesen korrekt, jó kis masina, jó pár dolgot belekért újonnan az autóba, amikor megvásárolta. Ugye van itt egy centrálzárunk, íme, van két elektromos ablakunk benne, két oldalra, aztán van benne elektromos tükör, ugye jobbra-balra is. Remélem látjátok, hogy megy ő is. Íme. Ő is teszi a dolgát. Ez egy állítható szervokormány itt előttem, ami én úgy látom, hogy nagyon szép állapotban van. Van egy CD rádió az autóban, egy óra, egy külső hőmérséklet mérő, jó hideg van, és egy átlagfogyasztást tudunk nézni rajta azon a kompjúteren, amit le tudunk nullázni, hogyha tankoltunk, azt kezdhetjük újra az egészet. Tehát egy Clarion CD-nk van itt még, rendkívül jó a fűtése, teljesen rátekertem most már, mert ugye hideg van, meg lefagytam már, mert lemustam a kocsit előbb. Van itt nekünk pohártartónk, van itt nekünk ugye ötös kéziváltónk, ami szintén szép és korrekt, jó állapotban van. Légzsákokból találtunk benne, azt mondja, hogy van itt egy ugye jobbról, és van egy balról, és van itt ugye az ülésben. Itt látjátok az ülésen a jelzést, ennyi a légzsák benne. És akkor megnézzük az elejét is, meg itt körbenézzük. Tehát egy sötét kék metál színű autó, a ötajtós autó, ez a Space Star. Nagyon szép tiszta lámpái vannak, ködfényszórói. Hallgassuk meg ezt a kis macit. Itt íme. És mivel ilyen keveset mentek be vele, 2011-ben ugye cserélték ugye a vezérlést, tehát akkor csak 41.000 kilométer volt az autóban. Tehát az idő ugye eltellett, aztán találtam benne még egy címkét. Ez valami nyers piasztó, aha, ez egy nyers piasztó, ott van ez a piros. Ne rákcsálja meg a kocsit, nem is rákcsálta meg semmit. 2018-ban 64.000 kilométer volt az autóban. Az aksia rendben van, könnyedén indítja, és íme a nyers riasztó, az tényleg hatásos technológia, és nem ette meg a nyersmester, ugye ezt a jó kis finom, bár nem tudom, hogy finomé, ez a motortér burkolat, nagyon sok nyest nagyon szereti, és elfogyasztja egészséggel, vagy jó egészsége, vagy egészségtelenül, ezt nem tudom, de megeszi. Jó gumik vannak rajta, ezek téli gumik rajta, ezek Fulda márkájú téli gumik, és téli mintázatú. Nem kell vennetek rá téli gumit biztosan. A tetején van ugye hossztartó, kettő darab, kereszttartókat lehet rátenni, lehet pakolászni majd a tetejére, és igazából elég mély, meg tágas ez a hátsó csomagtér, úgyhogy hát ha csak nagyon szükséges, akkor kell a tetejére pakolnotok, de amúgy el lehet benne férni kényelmesen, és el lehet dönteni ugye az üléseket, szépen meg tudjuk lökni, csak a fejtámlát ki kell belőle szedni. Nagyon szép tiszta, megvannak a gyári tartozékai hozzá, hátul világítás és eredeti gyári méretű, ugye ez a pótkerék, ez sose volt az úton, ez biztos, teljesen kulturált és szép itt minden. Ezt vissza is csukjuk, íme. Diamond Line, az van ráírva.
igazi kis gyémánt. Ez a Space Star. Itt vannak a srácok, szevasztok. Gondolom kényelmes, itt könnyedén lehet elcsúszni benne, meg elfeküdni benne itt hosszában, keresztben. Van bőven lábtér is, én teljesen hátra toltam, és így is el lehet benne férni. És akkor nézzük meg, hogy menet közben hogy viselkedik a Space Star-unk. Nézzük meg, azt mondja, hogy piros a lámpánk, ezért leállítjuk a kis gépünket. Így né. Minden megszűnik, kihúny, és akkor megnézzük újra, hogy indul. Ennyiből tart, tényleg könnyedén beindul, tényleg finoman jár benne a motor. És veszi is szépen a lapot ez a moci, hogyha nyomjuk a gázt. Kis krom keretekbe foglalt fehér színű hátlappal szerelték. Ugye van még üzemanyagunk, még úgy láttam, és a hőmérséklet is szépen megy most már fölfelé, mert egy jó pár perce itt jár a mocink. Jól megy. Meglódul, ha taposunk neki egy kicsit. Nagyon jó a váltó, pontos. Teljesen rendben van és könnyedén veszi előre-hátra a sebességeket. Ez az út még mindig nem készült el, eszméletlen módon dolgozgatnak rajta, most már hetek óta. Remélem olyan lesz, mint a lézer. Egyenes. Még egyet gyorsulok itt visszafelé menetben. Megy ez, ha nyomjuk neki. És meg is áll az autó. Szépen odaléptem a féknek is, a gáznak is, úgyhogy most már csak egy ilyen kis apró tolatásunk következik. Ez tök jó, könnyedén veszi a hátrameneti fokozatot is. És begurulunk a helyre. Így né. Hát én azt gondolom, hogy ha egy 37-es születési hölgynek ez megfelelt ilyen sokáig, akkor biztos, hogy szerette, és jól érezte magát benne. Gyertek el hozzánk, folytassátok tovább. Legyen a tiéteké ez a Space Star, legyen tiéteké ez a jó kis diesel Mitsubishi. A viszontlátásra, sziasztok!